a Keszthelyi Rendőrkapitányság képviseletében köszöntök mindenkit. 2021. január 2-án 17 óra 40 perckor egy férfi tett bejelentést az Alamegyei Rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába, miszerint Keszthelyen, a Zsidi utcában egy idős hölgy kért tőle segítséget, akinek az elmondása alapján az érintett utcában hátulról ismeretlen elkövető meglökte, és elszaladt az idős nőnél lévő kézitáskával. Az elvégzett elsődleges intézkedéseket követően megállapítottuk, hogy ismeretlen elkövető 2021. január 2-án 17 óra 30 perckor a Keszthely Zsidi utcában lévő járta szakaszon hátulról nagy erővel fellökött egy arra az otthonába tartó idős, 78 éves idős hölgyet, aki a lökés követően a földre esett, majd az elkövető ezt követően kitépte a bal vállán lévő táskáját, és azzal a helyszínről elmenekült. Mindezek alapján a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, rablás büntet bűncselekmény elkövetőjének a megalapozott gyanúja miatt ismeretlen elkövetővel szemben. Köszöntök én is mindenkit! Ahogy kapitányság vezető úr már ismertette, 2021. január 2-án egy kiemelten súlyos bűncselekmény, rablás vált ismerté Keszthely városában. Ilyen jellegű bűncselekmény Keszthelyen utoljára 2017-ben volt. A bejelentést követően a helyszínen elvégzett elsődleges intézkedések elvégzése során az volt a célunk, hogy olyan személyi és tárgyi bizonyítékokat gyűjtsünk össze, keressünk, kutassunk fel, amelyek alapján az elkövető személyét be tudjuk azonosítani. Nem volt könnyű dolgunk, mivel a bűncselekmény a kora esti órákban 17:30-kor volt. Az érintett utcákban minimális gyalogos forgalom volt, éppen ezért kevés információval, olyan információval rendelkező személyt találtunk, aki tudott volna segíteni a bűncselekmény elkövetőjének a felderítésében. Az érintett helyszín jellege jelentősen kedvezett az elkövető meneküléséhez. A bűncselekmény elkövetésétől pár száz méterre Keszthelyen a Schwarz-Dávid utcai garázssor egyik garázsának tetején a sértett táskáját megtalálták a hévízi rendőrös rendészeti munkatársai. A táska lefoglalásra került. A helyszínen több nyomot is rögzítettünk, illetve foglaltunk le. A megtalált táska biztonságos átvizsgálását követően megállapítottuk, hogy az ismeretlen elkövető abból kb. 500 forint apró pénzt, valamint egy nyaklánc medált tulajdonított el. Az elvégzett nyomozási cselekmények eredményeként az elkövetőt sikerült beazonosítanunk 2021. január 25-én. Róla megállapítottuk, hogy egy 27 éves Kántor Jánosi lakcímmel rendelkező férfi, aki büntetett előéletű. Vele szemben elfogadó parancsot bocsátottunk ki. A körözés irányítói tevékenységünknek is meglett az eredménye, mivel az elkövető elfogására 2021. február 2-án 18 óra 20 perckor Győrben a győri átmeneti szállón sor került. Az elkövetőt elfogását követően a kollégáim gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntet bűncselekmény elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt. A kihallgatás követően az elkövetőt bűnügyi őrizetbe vettük, illetve előterjesztést tettünk a Keszthelyi Járási Ügyészség felé a letartóztatásának az ellenőrzése indítványozása céljából.